Szeretettel köszöntök minden kedves Excel felhasználót. Most a szumha függvény alkalmazását szeretném bemutatni egy példán keresztül. Az lenne a feladatunk, hogy itt hónapok szerint mindegyes hónaphoz mondjuk meg, hogy hány forint tandíjat fizettek be a hallgatók. A hallgatók tandíj befizetési listája a lista munkalapon található, a minden egyes hallgatóhoz tartozik egy befizetési összeg, adott fél évre, és egy hónap, amelyben az összeget befizette. Mivel ismert a hónap és a hozzátartozó összeg, ezért a szumha függvényt tudjuk használni. Kattintsunk ide a januárhoz, majd a függvény szerkesztő gombra, és a matematikai trigonometriai csoportban található a szumha függvény. Válasszuk ki. A szumha függvény három paraméterre rendelkezik, három különálló beállításra van szükségünk, hogy elérjük a célunkat. Az első a tartomány. A tartomány a lista munkalapon található hónapokat jelenti. Ezt a tartományt kijelöljük. A kritérium az összesítés munkalapon található január, azaz a hónapnak a neve. Ez a D4-es cellában található. Az összegtartomány pedig szintén a lista munkalapon, na melyek lesznek az összegek, természetesen csak számokat tudunk összesíteni, maguk a tandíjak, amiket befizettek a hallgatók. Most nézzük meg, hogy mit állítottunk be. Beállítottuk tartománynak az eloszlopnak az értékeit, amely ugye a hónapok neveit tartalmazza a befizetés dátuma szerint, kritériumként az összesítés munkalapnak a hónap értéke, és összegtartományként pedig az összegek. Kész. Ha ezzel megvagyunk, akkor már csak az van hátra, hogy a másoláshoz készítsük elő a függvényünket, rákattintunk az F4-es gombra, így elkészítjük a dollározást, majd Enter. Hogy néz ki most a függvényünk? A lista munkalapról $L, $3, ez a tartomány be van dollározva. Az összegtartomány is be van dollározva, tehát lefixáltuk ezt a két részt, ez nagyon fontos, különben elcsúszik a vásoláskor a tartományunk. A D4-et, ahonnan a hónap származik, nem kell ledollároznunk, hiszen ha majd jobbra másolunk, tehát oszlop irányba, akkor mindig február, március, április lesz szükségünk, amit a függvény követ automatikusan. Elmásoljuk, és lehet látni, hogy kész is van a megoldás, tehát februárban 100.800.000 forintot fizettek a hallgatók, míg áprilisban csak 6.100.000. Tegyünk egy gyors ellenőrzést, kattintsunk a lista munkalapra. Válasszuk egy mondjuk áprilist, és jelöljük ki a befizetéseket. És látható, hogy talán az összegzés nagy 6.100.000 forintot tesz ki az áprilisi befizetések összege. Ezzel el is készültünk. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó munkát kívánok!